8 éven át tartó jobboldali kormányzás ér véget Lengyelországban, miután a parlament alsóháza hétfőn megszavazta, hogy Donald Tusk legyen a miniszterelnök. Varsó kapcsolatai az EU-val újra felmelegedhetnek. Tusk már be is jelentette, hogy Lengyelország csatlakozik az Európai Ügyészséghez kormánya egyik első lépéseként. Köszönöm, Lengyelország, ez egy igazán nagyszerű nap, mondta hétfőn a parlament alsóházában a kormányfő. Nem nekem, hanem mindazoknak, akik sok éven át mélyen hittek abban, hogy a dolgok jobbá válnak, hogy el fogjuk űzni a sötétséget és a gonoszt. Több százan gyűltek össze egy varsói moziban, hogy megnézzék a bizalmi szavazás élő közvetítését hétfőn. Pár ezren regisztráltak, hogy eljöjjenek megnézni az eseményt, mondta a főszervező. Csak két vásznunk van, mert a szokásos filmeket is vetítik. Az emberek egy hónapon át jöhetnek ezt nézni, van engedélyünk a lengyel képviselőháztól. A lengyel kormányváltással Orbán Viktor magyar miniszterelnök egy fontos európai szövetségesét veszítette el.